Szeretettel köszöntöm Önöket, a Nálatok Mizu legújabb adását látják. Az életüket az állatoknak szentelik, van, aki gyógyítja őket, van, aki tanítja, nevelgeti őket, és van, aki az életkörülményeiket próbálja megteremteni. A mai műsorban vendégül hívtam Krebs Gyöngyit, a Herosz vezetőjét. Szeretettel köszöntelek. Berkényi Tamást, a Vadmadár Kórház vezetőjét, állatorvost, és Nyakas Gábort, hát hogy mondjuk, kutyatréner, dogcoach, majd te elmondod, hogy hogy lehet téged nevezni, bárhogy, hogy szereted. Bárhogy. Köszönöm szépen, hogy itt vagytok. A Nálatok Mizuban még nem volt olyan adás, amikor állatokkal foglalkoztunk volna, eddig mindig csak emberek voltak a témáink, és most hát amellett, hogy az állatokról beszélgetünk, természetesen rólatok is szeretnék néhány szót azért ejteni. Beszéljünk arról, hogy miért és hogyan került az állat az életetekbe, és miért lett ez a hivatásotok, ez a szerelmetek. Szerintem mondhatjuk mindhárom esetben, hogy erre tettétek fel az életeteket az állatokra. Gyöngyi, kezdjük veled. Én beleszülettem. Tehát nálunk otthon az állatoknak a szeretete, az élővilág tisztelete az egy teljesen természetes dolog volt. Utána jöttek meghatározó olvasmányélmények, mondjuk Fekete István vagy Joy Adamson, akik ugye megismerni akarták az állatokat, nem leigázni, és ez mind a mai napig egy nagyon fontos útmutató. És aztán persze ez meghatározta a pályaválasztást, és utána jött a menhely, és ez egy nagyon izgalmas kihívás volt, hogy nagyjából a semmiből felépíteni valamit. Ez mennyi ideje működik most itt pontosan a városban? A menhely az 92 óta működik, én nem vagyok ott az elejétől kezdve, de amikor én oda kerültem 95-ben, még akkor sem volt állatvédelmi törvény, tehát akkor kezdtük mi el ezt a munkát, amikor tulajdonképpen az állatvédelem sajnos nem igazán volt jó helyzetben. Ugye valamikor az 1800-as évek végén azért nagyon jó volt a magyar állatvédelem, de hát ugye utána ez így tönkrement. És tulajdonképpen mi, amikor ezt a kutya karantént elkezdtük építeni, akkor jött ki a törvény, ami még az állatmenhelyekkel egyáltalán nem foglalkozott. Tehát itt senki nem tudta megmondani hatóság részéről például, hogy hogyan kell kinéznie egy kutya karanténnak, milyen jogszabályok alapján épüljön meg. Úgyhogy ilyen angol példák segítségével kezdtük mi ezt a munkát annak idején. Na, majd akkor beszélünk a továbbiakról is. Ti azért szoros kapcsolatban álltok egyébként egymással, a Tamással is. Nálad hogy indult ez az egész állatszeretet? Gyöngyivel ellentétben én nem beleszülettem, mert nálunk egy mérnök, pedagógus, matek tanár családban, ezt nem lehetett elmondani, nekem belekényszerítettek. De viccet félretéve, nekem nem engedték meg volna gyerekként, hogy állatot tartsak, és nem is volt állat körülöttünk, ezért mindenféle praktikákkal megpróbáltam állatokat becsempészni a lakásba, az egértől a kutyáig, amiből kellően nagy botrányok voltak. Végül is a szüleimnek az volt a döntése, hogy valami egy pici kis kanári madarat, vagy valami kis zebrapintyet egy kalitkába tarthatok. Gondolták, hogy akkor ezzel ki van pipálva a gyereknek az állat szeretete. Hát arra nem számítottak, hogy nagyon utána néztem a madarak szaporodásának, és rendkívül gyorsan egy év alatt felfejlesztettük ezt az állatállományt, egy darab zebrapinkből 30-40 madárra, és akkor, amikor a családom költözni akart a Bűzből, akkor kezdtünk el mindenféle megoldásokat keresni, hogy lehetne kultúrált a madarat tartani. Hát abban az időben ugye nem volt még annyira fejlett a felelős madártartás sem, úgyhogy mindenféle kalitkákat gyártottunk a negyedik emeleti panelban apámmal, amiben belepakoláztuk ezeket a madárkákat. De hát ez az anekdotikus része, valóban így kezdődött az egész ilyen 4-5 éves koromban. De nekem tulajdonképpen sose volt semmi dilemmám, hogy mi legyek, ha nagy leszek, mivel foglalkozzak. Azt mondják, hogy ez a második pályaválasztásom, 3 éves koromban kukás akartam lenni, 4 éves koromban pedig állatorvos, és onnantól kezdve nincs dilemma. Most néha visszagondolok, hogy lehet, hogy jobb lett volna, a kukás vagyok. De annak egy oka volt csak, hogy nagyon szép sírtes sapkába jött a helyi kukás, és az nekem tetszett. És akkor anyám megijedt, hogy hát nem lesz tanú gyerek a fiából, és ezért gyorsan kaptam egy sírtes sapkát. Van pár kép azóta is, ugye, hogy Tamáska 4 éves korában a sírtes sapkájába áldogál, és akkor elengedtem ezt a történetet. Tehát azóta állatorvosnak készülök. És az is vagy. Azt hiszem, most már állatoros is vagyok, mert pár évvel ezelőtt még jártam iskolába, és azóta is mindig keresem, hogy hol járhatok még iskolákba, és akkor végül is lettem állatorvos, először általános állatorvos, aztán utána lettem az egzotikus állatoknak a szakállatorvosa. Ez már egy picit abban az irányba vitt, amit szabadidős tevékenységként éjjel-nappal csinálok a Vadmadár Kórház, mert a
az egzotikus állatok közé tartoznak tulajdonképpen a madarak is a magyar állatorvos oktatásban. És hát ezért lettem végül állatorvos és egzotikus szakállatorvos. És a Gyöngyéktől indultál. Így van, a kapcsolat az azért van, mert amikor elvégeztem az egyetemet, és még nem láttam egyetlen egy állatot se az egyetem után, akkor kidöcögtem a Gyöngyihez, illetve akkor talán még az a Zsuzsa volt. És ott láttam egy ilyen meglehetősen rossz állapotú Gordon Setter keverék kutyát, és akkor én úgy döntöttem kellő elszántsággal, hogy én ezt a kutyát meg fogom menteni. És akkor hát megmentettem, legyünk szerények, hát életem első betegét megmentettem, egy súlyos bélgyulladásban szenvedő kutyáról volt szó, és hát annyira jól sikerült a mentés, és ez utána is jellemző az egész pályafutásomra, hogy amit megmentek, azt haza is viszem, és akkor, amikor megmentettem, akkor mondtam, hogy Gyöngyének, hogy én ezt a kutyát szeretném hazavinni, ő nagyon precízen ezt adotta nekem. Örökbe fogadtuk, és ez lett a Balog, akit körülbelül fél éves korában fogadtunk be, és 15-16 éves korában hagyott itt minket, ő volt életem első kutyája, és tulajdonképpen innen van a mi kapcsolatunk, és akkor kezdetben még csak ilyen tanuló önkéntesként jártam be hozzá, aztán az állatkórházban dolgozva, hát ugye az állatkórház látta el az állatotthont abban az időben, és akkor volt egy napi kapcsolatunk, azt gondolom, hogy azok a klasszikus, régi szép idők voltak, mert akkor kutyáztunk, macskáztunk, madarasztunk, akkor azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sokat kutyáztunk együtt, és bár a madarakat abban az időben még nem a Gyöngyinél és az állatotthonban tartottam, hanem akkor még volt lehetőség az állatkórházban is, az egész vadmadárkórház tulajdonképpen ott kezdődött, oda hozták be az első madárkát, és mondták, hogy ezt most meg kéne menteni, és akkor kezdetben a szobámba tartottam, aztán amikor nagyon büdös volt a szobába, akkor kivittem őket egy kicsit mindig kijebb és kijebb, az istállókba, akkor ott még az is volt. És amikor eljöttem az állatkórházból, jó pár évvel, 10 évvel később, akkor azt kértem a Gyöngyitől, hogy hadd vigyem oda a madarakat is. És tulajdonképpen ez volt az a kezdet, amikor a Fehérvári Vadmadárkórház beköltözött a Herosz állatotthonba albérlőként, és azóta is ott élünk, és az állatotthon egyik részében működik a Vadmadárkórház Fehérvári telepe, és a kapcsolatunk éppen ezért napi szintű, most ugye ez leginkább a madarakra korlátozódik, közben pedig megindult vagy kiépült a Vadmadárkórháznak a Sokorói telephelye, tehát most már 24. éve a Vadmadárkórház, hogy Fehérváron működik, és az elmúlt 10 évben már Sokoron is. Beszélünk egy kicsit később még a jelenről is. Gábor, hát a mi ismerettségünk az már elég hosszú időre nyúlik vissza, jól emlékszem, akkor általános iskolába. Én úgy emlékszem rád, hogy már akkor is dobbermannjaid voltak, és hogy mindenki, ha jól tudom, de aztán javíts ki, ha nem így van, és mindenki ilyen kutyás fiúnak ismert téged, hogy téged tényleg akár merre mentél ott a telepen, neked mindig kutya volt melletted. És aztán elindult egy ilyen nagy szerelem. Ez így van, és nagyon érdekes a dolog, mert én is kukás akartam lenni, akár csak a Tamás, de én nem a sapka miatt, hanem nekem az autó jött be nagyon, hogy jött, mindig rohantam, jön a kukás autó. Hála Istennek engem is meggyőztek, hogy hát jobb lesz, hogyha gépjárműszerelő technikumba megyek, amit aztán én végképp nem akartam, de aztán persze elvégeztem a sulit egyfelől tisztelettel a szüleim iránt, másfelől meg azért csak kell valami szakma. Viszont igen, ilyen 13-14 éves koromban Tamáshoz szerintem én először 14 évesen mentem a Nikó nevű kutyámmal. Emlékszel, hogy miért vittem oda? Csak arra emlékszem, hogy Nikó, és arra emlékszem, hogy apukát hozott kocsival. Így van. A szemét műtötted meg neki. És most az a történet jön, hogy nem sikerült a műtét, és a kutyának azóta is így lóg a szeme. Nem, a műtét remekül sikerült, hála neked, és hát ha lehet azt mondani, hogy ez a kutya alapozta meg az utamat, akkor részben igaz, hiszen a telepen, ha emlékszel, ugye akkor a Palotavárosban laktunk, ott volt egy Ergo nevű dobermann, aminek viszont a gazdája egy rettegett ember volt, mert mindig szabadon engedte, és ez a kutya mindenkit megtámadott, kivéve engem. Nem is értettem, hogy miért. De amikor meglátták, hogy jön le az Ergo, mindenki rohant világá, és engem valamiért szeretett a kutya, és ez az impulzus nyitott meg azon, hogy nekem is kellene egy kutya, amit aztán nálam is, hát az eleinte a szüleim nem annyira szerettek volna, de aztán hát a nevemből adódóan én azért elég nyakasan ragaszkodtam ehhez, és hát
megkaptam az első kutyámat, akivel ugye először a Tamáshoz mentem el, és ő indított meg az utamon ez a kutyus, elkezdtem vele kutyaiskolába járni, az akkori Magyar Ettenyésztőfehérvári szervezetéhez, és hát onnantól már én 100%-ra biztos voltam abban, hogy ezzel szeretnék foglalkozni, és hát szerintem az a 14 éves koromtól ezt már teljesen tudatosan tudtam, hogy mi akarok lenni. Aztán kisebb-nagyobb sikerrel el is érdegéltem ezeket az eredményeket, melyiket korábban, melyiket később, de úgy gondolom, hogy azért most már jó úton haladok így 30 év távlatába. És akkor a kutyázás mellett egyébként volt egy szakma, amit végeztél, vagy ez mindig? Több is, a gépjárműszerelőt, az Iblit elvégeztem, a gépjárműszerelő technikum, aztán közben én más szakmákat is megszereztem, de hát azt már sokkal később, illetve más sulikat is kijártam, ami kellett nekem lényegében a kutyázáshoz, de soha nem dolgoztam más, tehát hogy a középiskola elvégzése után én hivatalosan soha semmi más nem dolgoztam. Tehát csak ebben foglalkoztam. Persze aztán kisebb, nagyobb munkákat végeztem nem hivatalosan, főleg nyári szünetekben, ismerősöknek, ismerősök vállalkozásába, diákmunkába, de ezeknek mind szorosan köze volt a kutyákhoz. Most csak a kutyákat emlegetjük, de egyébként más állatokkal milyen a viszonyod? Hát van két macskánk. Az Orsika, a feleségem megmentett 12 éve egy ilyen házi cica jellegű cicát, a Mötlit, mai napig megvan. Utána örökbe fogadtunk egy Maine Coon cicát az egyik ismerősünktől, és nagyon jól el vannak a kutyáinkkal, imádják őket, így nagyon jól látni, hogy esténként Orsi vonulgat ki. A cicák kint vannak egy ilyen nagy kenelbe, amihez van egy ilyen nagy kifutó, és mint a volier egy madár röbb, de csak ez nyilván kisebb, de ugyanúgy hálóból megcsinálva, a cica hálóból, és ugye ilyenkor, amikor már azért elég hideg van, de nekik füt a cicaházaik, azért az Orsi behozza őket, és nagyon jól látni, hogy kimegy szépen értük, és akkor jön be az udvarról az Orsi, vagy van cica a kezébe, vagy nincs, de szépen vonulgatnak mögötte a kis állatok, a cicák, a kutyák, és jönnek be a lakásba az udvarról. És nagyon szeretjük a madarakat is, én nagyon szeretem a madarakat, mindig mondja nekem, hogy itt a madarad van, madáretetőnk, többször is vittem a Tamásra, tehát legutóbb egy galambot, ugye te jöttél érte, felhívtalak, és pont a közelben voltál, és valóla tőlük nem messze vettél egy kis galambot. És megmentette. És megmentette. Úgyhogy igen, kutyás leginkább, de nagyon szeretjük a cicákat, és én nagyon szeretem a madarakat is. Beszéljünk egy picit arról, hogy most ahol éppen tevékenykedtek, ott mi a helyzet, mi újság. A Vadmadár Kórházban, hát ha jól tudom, és több fórumon olvastam, hogy azért ott elég nehéz anyagi helyzet van, legalábbis olyan szempontból, hogy te nagyon sokat saját magad raksz bele. Igen, a Vadmadár Kórháznak a legnagyobb problémája az, hogy vadon élő madarakat próbálunk menteni. Azoknak az embereknek próbálunk segíteni, akik valahol találnak egy sérült madarat kirándulás közben, vagy a város közepén. De ugye abban a pillanatban, hogy nem az ő tulajdona a madár, amikor be is hozza a madarat, azért a fizetés része nem különösebb elősége a behozóknak, mindenféle kritika nélkül persze. Tehát az emberek úgy gondolják, és ez valóban így van, hogy amikor fölvesz az utcáról, fölvesz a földről egy sérült beteg madarat, és azt behozza, akkor ő megmentette azt a madarat, hogy megsegítette azt a madarat, legalábbis segítséghez jutotta. Abba egy kicsit kevesebben gondolnak bele, hogy tulajdonképpen akkor kezdődik az egész gyógykezelés, akkor kezdődik a költséges része az egész folyamatnak. És hát semmivel nem olcsóbb egy madárnak a gyógyítása, mint Gábor szemműtétje, bár annak az árára már nem emlékszem. De lényeg az, hogy ugyanannyiba kerülnek az állatműtétek, vagy a madárműtétek is, mint a többi, fizetőképes gazda nélkül. És ez azt eredményezi, hogy a Vadmadár Kórháznak a bevétel az folyamatosan inkább mínuszban van, mint nulla körül, bár sokat javult a helyzet az elmúlt időszakban. Hiszen a fő bevétele, vagy azt mondanám, hogy a lényegi bevétele a Vadmadár Kórháznak az adománygyűjtés. Semmiféle más forrásunk és bevételünk nincs, és mindig egy picit több madarat fogadunk be, mint amennyit képes lenne az alapítvány ellátni. Létrehoztunk egy alapítványt körülbelül 10 éve az adománygyűjtésre, és ezért mindig hozzá kell tenni, és mindig segíteni kell az alapítványt, hiszen különben nem történhetne meg
nem történhetne meg a madarak gyógyítása. Amit sikerült mostanáig az elmúlt 24 évben mindig megvalósítani, hogy nem maradt madár kezeletlenül. Ez köszönhető volt annak, hogy azért mellette néha dolgozom is, tehát nem a Vadmadár Kórház az én megélhetésem, vagy a mi családunknak a megélhetése. Ehhez kőkeményen kellett dolgozni egy multinál, ott is állatorvosként, de azért egy viszonylag jó fizetésért, amiből meg tudtuk engedni azt, hogy hozzátettünk. Tehát mi nem másra költöttük a pénzünket, hanem a kórház támogatására. Ez sajnos nehéz helyzet, ez a helyzet megváltozott, mert én a COVID első hullámában elvesztettem a munkámat, 24 év után ezt a bizonyos munkát, hát most keményen rezeg a léc, mert most ilyen nekünk is meg kell élnünk, plusz a kórházat is támogatni kéne. Az a nagyon nagy szerencse, hogy a kórháznak a támogatottsága elég jelentősen megnőtt az elmúlt 2-3 évben, és hát az ilyen nehéz helyzet, ez mindig kreatívvá teszi azért az embert. Tehát abban a pillanatban, hogy láttuk, hogy baj van, vagy ezt megéltük márciusban, ezt a munkavesztést vagy állásvesztést, rendkívül kreatív ötleteink lettek hirtelen az éjszaka közepén kettőkor, hogy kell a kórháznak pénzt szerezni, és azt mondhatom, hogy nagyon keményen, nagyon segítőkészen mellé állt a kórháznak a behozók jelentős része, kimondva, kimondatlanul. Azt gondolom, hogy nem ez volt a fő kampánytéma, ha szabad ilyen csúnyán fogalmazni, nem az én munkahelyi helyzetem volt az ok, hanem azt gondolom, hogy itt kínunkban, nyomorunkban sokkal jobban sikerült megszólítani az embereket. És gondolok itt egy virtuális örökbefogadásra, tehát a kórházban maradandóan bent élő madarak jelentős részének sikerült gazdát találni március-áprilisban. Itt a legnagyobb drámák és a legnagyobb bezártságunk kellős közepette, illetve sikerült elindítani egy olyan támogatói programot, ami egy folyamatos, kiszámítható, állandó bevételt jelent a kórháznak. Nem túl bonyolult a dolog, megpróbáltuk megszólítani az embereket, hogy egyszerű nagy támogatás helyett folyamatosan picivel próbálnak mellénk állni, és erre létrehoztunk egy ezrek a Vadmadár Kórházért kampányt. Tehát sem más nem kérünk attól az 1000 embertől, akit még várunk, mert még nincs meg, mind az 1000, hogy 1000 ember tegyen 1000 forintot havonta egy éven keresztül a Vadmadár Kórház számla számára. Ez 1 millió forintot jelentene havonta, ebből az 1 millió forintból meg tudjuk oldani a gyógyszert, a takarmányt és az ellátásunkat. Ami nagyon komoly tétel, és itt szerencsére gyűjjönnek köszönhetően csak a sukorói részről kell beszélnem, az például a rezsiköltségeink, tehát vízvillany azért egy nagyon komoly tétel, a gyógyszer nagyon komoly tétel, és itt nincs adomány sajnos, tehát a gyógyszereket meg kell vennünk, a takarmány jelentős részét meg kell vennünk, és ez a nyári szünetben, vagy a nyári időszakban ez bizony túlment az 1 millió forinton is, tehát ezért volt a nyári időszakban egy picit megint nehezebb, de nem merem elkiabálni, de azt gondolom, hogy állnak mögöttünk, állnak mellettünk most annyian, hogy azért a kórházat kihúzták a legnagyobb gödörből. Arról nem beszélve, hogy ez nem volt egy olyan rossz érzés akkor, amikor az ember úgy érzi, hogy kicsúszik alul a talaj, és úgy érzi, hogy nem tudja, hogy mi lesz a holnapi nappal, akkor azt érzi, hogy ezrek állnak mellette, és legalábbis a kórház mellett, tehát azt gondolom, hogy itt a kórház mellett. Ez kívülről is nagyon jó volt nézni, mert pontosan nem tudom megmondani, mi volt, de volt valami gigszer ott a közösségi hálótokkal is, ugye? Ott volt valami. Igen. Az oldalával valami probléma, és az is nagyon gyorsan helyreállt, vagy hogy... Konkrétan megszűnt a Vadmadár Kórház Facebook oldala, mert március 1-jével elvesztettem a munkámat, március 16-án jött ugye az első hullám miatti lezárás, ami azt is jelenti, hogy tehát annyiból volt számunkra érdekes, hogy nem tudtak jönni az emberek, ha találták a madarat, ha nem jöttek az emberek, akkor nem hozták az adományt. Tehát ilyen nagyon-nagyon vákumba kerültünk hirtelen, és a következő pillanatban azt vettük észre, hogy a Facebook oldalunk nem él, és a megszokott több ezres napi like és a több ezres látogatottság helyett lett 10-20 emberünk. És ami megint abból a szempontból volt érdekes, hogy nem mindegy, hogy hányan olvassák azt, hogy ezrek a Vadmadár Kórházért, és gyertek és segítsetek. Ha 20 ember olvassa, vagy 5000, az nem mindegy. Tamás, tud valaki segíteni a pénzadományon túl? Mert tudom, hogy nektek is a menhelyre kivisznek csomó olyan dolgot, amit nagyon jó szívvel visznek, de nem tudjátok felhasználni, és ugye ez nektek plusz teher tárolni, elvitetni, stb. Nektek tudnak valami olyasmit adni a pénzadományon túl, amit tudja segíteni a munkátokat? Én azt gondolom, hogy ebben nagyon, nagyon hasonló helyzetben vagyunk, mint Gyöngyi a menhelyen. Nagyon sok olyan dolgot kapunk, amit
amivel nem tudunk mit kezdeni. Az a szerencsés ott is, meg azt gondolom nálunk is, hogyha előre egyeztetnek a támogatók, hogy mit hozzanak. Nekünk van egy listánk, mi az a 10 dolog, amivel tudják segíteni a kórházat, és minden mást köszönettel azért szoktunk hárítani, mert mondok egy érdekes példát, kaptunk két puttonyos autónyi használt lepedőt, amivel hát én túl sok mindent nem tudtam kezdeni, azon kívül, hogy gondot okozott az elszállítása. Vagy kaptunk olyan kalitkákat, amelyekben mi nem tartunk madarakat, de nem egyeztettünk előre, hanem kaptunk 20 kalitkát. Az egyiknek az oldala volt hibás, a másiknak az alja, a harmadiknak a teteje, tehát semmi értelme nem volt. Nekünk van 10 olyan dolgunk, takarítószerek, papírtörlők, pelenkák, amit bárki meg tud venni, és el tudja hozni a kórháznak, ez segítség. De alapvetően azt gondolom, hogy annyira speciálisak ezek a mentési tevékenységek, hogy azt gondolom, hogy ez mind a Herosznál, mind nálunk szerencsésebb, hogyha ezt az ottani dolgozók, illetve az ottani vezetők döntésére bízza mindenki, hogy mi az, amire igazából szükségük van. Mondjuk most, hogy majd közelednek már hamarosan az ünnepek, ugye ilyenkor mi is szoktunk azért a gyöngyékkel is egyeztetni, hogy ha mondjuk egy-egy téma kapcsán kimegyünk, ugye sokszor felhívjuk az emberek figyelmét arra, hogy karácsonykor ugye hogyan ajándékozzunk kutyust, ne ajándékozzunk kutyust, felelős állattartás és a többi, és hogy mi mindenre van szükség. Madarat se ajándékozzunk. Igen, ezt még egy kicsit később kiboncoljuk, hogy ezt a felelős állattartást, ezt hogyan kellene elképzelni, de hogy nálatok ugye ez megvan, tehát talán egy kicsit lehet, hogy jobban megvan, mint a másiknál, hogy mit hoznak, mert ti azért úgy elég jól ezt lekommunikáljátok, és egyébként mi a helyzet, most hányan vannak nálatok? Hát igazából, ugye amikor megjött először a Covid-nak az első hulláma, és volt ez a nagy bezárkózás, ez azért hozott nekünk egy olyan könnyebbséget, hogy nyilván a kutyák nem szöknek el úgy, mert otthon vannak a gazdák, illetve mivel az emberek kevesebbet mozogtak, nem találtak adott esetben úgy állatokat, mondjuk ez nem tudom, hogy az utcán lévő állatoknak nyilván nem volt jó, de akkor volt egy picit egy ilyen nyugalmi időszak, aztán a nyár az iszonyatos módon felpörgött, és hát azóta is rengeteg, most főleg a macska helyzet az nagyon rossz. Az örökbeadási statisztikánk az igazából mindig jó volt. A probléma az gyakorlatilag amióta a menhely működik, hogy akármennyi állatot is örökbeadunk, minden állathelyen ott van legalább 5 várakozó, mert mindenki szaporítja az állatokat, főleg ugye a macskáknál utcai macskaetetés és egyebek, ezek nagyon nagy gondok. Úgyhogy emiatt nehéz ez az időszak, illetve amiatt, hogy nekünk ugye nagyon lényeges része a munkánknak a nevelés, a szemléletformálás, és ami engem nagyon rosszul érint, az az, hogy nincs gyerektagozat március óta, tehát januárban, februárban még mentem az iskolákba, utána jött ez az online oktatás, ez megszűnt. Nyilván ezeket a kis, csináltam ilyen kis teszteket az előadás anyagból, hogy ismerjék fel, mondjuk pont a magyar kutyafajta volt a téma, vagy bármi, de ez nem ugyanaz, mint amikor találkozol a gyerekekkel, és tudsz velük kapcsolatot építeni. És aztán szeptemberben nagyon lelkesen a pedagógusokkal neki láttunk szervezni a gyerektagozatot, és aztán az iskolák sorba lemondták. Az jó volt, hogy a nyáron például a napközis tábort azt meg tudtuk hirdetni, tehát az volt 3 turnus, az egy nagyon jó dolog volt találkozni ezekkel a gyerekekkel, akik mögött persze ott áll szülő is, és azért ez egy nagyon fontos dolog. Az adományok terén pedig, ami a nagy nehézséget okozza, hogy ugye nekünk gyakorlatilag májustól októberig mi havonta nem is tudom hány alkalommal szoktunk kitelepülni. Tehát, hogyha volt a városban egy rendezvény, ott voltunk, illetve a nagyobb áruházak szoktak bennünket hívni, és azért az nem mindegy, hogy egy-egy ilyen hétvégén volt olyan, hogy 600 kiló tápot például össze tudtunk gyűjteni, és fel tudtuk rendszeresen tölteni a raktárainkat, és most meg nincsenek ezek a rendezvények. Azért az nagyon jó dolog, hogy megtapasztaljuk mi is, mint ahogy ugye a Vadmadár Kórház is, hogy van egy támogatói bázis, tehát ott vannak emberek, akik segítenek. Ugye van egy adománygyűjtő láda elhelyezve a menhely kapujánál, ezt még szintén az első teljes lezárásnál találtuk ki, hogy ugye nem tudunk beengedni esetleg látogatókat, vagy kisebb számban tudunk, most ugye időpontfoglalással lehet hozzánk jönni, de aki csak adományt hoz, az felnyitja a ládát és megpakolja, és ez minden nap tele van. Ott nyilván mi is kiírtuk, hogy mi az, amit tudunk fogadni, mi az, amit nem tudunk fogadni, tehát ezért a közösség az mellettünk áll, ez egy nagyon jó dolog.
de nagyon nehéz a helyzet. Tehát ugye egy civil szervezetnek tulajdonképpen próbálnia kell több lábon állni, ugye nyilván mi is pályázunk, gyűjtjük az 1%-ot, ugye az önkormányzattal van egy feladatellátási szerződésünk, és hát ugye van egy támogatói társaságunk, ami ugye hasonló, mint a Vadmadárkórháznál, ez az Ezrek a Vadmadárkórházért, ez egy ilyen 4-5 éve működik, van egy adott létszámú ember, akik minden hónapban 500 forintot, tehát nem többet, de azt utalnak, és akkor ez is egy fix dolog, de hát nagyon nehéz, mert gyakorlatilag minden év, ami így elkezdődik, az abszolút bizonytalan. Hiszen ha végig gondolja valaki, hogy van 15 állatházunk, ezekben a házakban, ahogy utalt rá Tamás, a rezsi költség, tehát a szennyvíz, a víz, a minden az fix, mert az az épület ott van, és az összes szolgáltató benyújtja a számlát. A legnagyobb költség az nyilván az állategészségügyi költség, hiszen folyamatos átorvosi ellátás kell, minden bejövő állatnak ugyanazt a protokollt végig kell, tehát az nem lehet, hogy hónap elején kapnak oltást az állatok, hónap végén meg nem. És hát a bevételek azok meg nem kiszámíthatók, úgyhogy ez szerintem egyébként minden civil szervezetnél így van, csak nyilván akiknél ott vannak az állatok, mint mind a két esetben, ott van az állat, akit naponta meg kell etetni, naponta el kell látni, ez egy kicsit megnehezíti ezt a helyzetet. De az biztos, hogy a közösségnek a támogatását ezt mi is érezzük, és ez egy nagyon, nagyon jó dolog. És hát ugye nálatok van ez a kutyasétáltatós program is, azzal most mi újság? Nincsen. Az most nincs. Nincsen. Ezt a Covid ezt teljesen kilőtte. Az önkénteseink nagyon sokat segítenek, de nagyon meg van szűrve, hogy ki, tehát csak egy bizonyos létszámú önkéntes, aki egészséges, és ilyen nagy. Hát ugye ez úgy nézett ki ez a kutyasét, hogy 60-80 ember is megjelent, és akármilyen külsős program is, ezt most nem tudjuk engedni. Keresnek is bennünket, de hát azért a dolgozók, tehát mi nem csak az állatokért vagyunk, vagy hát én, mint vezető, nem csak az állatokért felelek, hanem nyilván a dolgozókért, az önkéntesekért és a látogatókért. Úgyhogy sajnos ez nincs, az állatok le vannak mozgatva, de nyilván kisebb a látogatói létszám, és hát ez a program, ez egyelőre nem tudom addig engedni, amíg nem tisztázódik, hogy tényleg mondjuk mennyire vagyunk biztonságban, vagy mire lehet számítani. Ez is rossz egyébként, mert azért ez mindig jó volt ez a vasárnap. Ez egy jó kis közösségi program. Igen, volt. Egy nagy, és nyilván az oda kiérkező emberekből aztán lettek önkéntesek, aki kijött egyszer, és ott megmaradt, és látta, hogy miben lehet még segíteni, tehát ez így egymásra rakódott. Hát ezzel most egy kicsit sajnos várnunk kell. Kutya kiképzéssel mi újság mostanában? Azért rólad sokan tudják, azért most már országos médiumokban is elő szoktál fordulni, és hát én szerintem azt mondhatjuk, hogy egy országosan elismert tréner vagy. Remélem, vagyis hát jól esik, hogyha ezt mondják. Igen, az egyik kereskedelmi csatornán van műsorom, de igazából én mindig azt mondom, hogy mint amit egyébként a Tamás és a Gyöngyék is csinálnak, hogy a prevenció a legfontosabb, tehát azért vállaltam el, nagyon hosszú évek unszolása után vállaltam el például ezt a műsort is a kereskedelmi csatornán, mert a prevenció nagyon fontos. Nagyon fontos az a program, amit csinálnak akár a gyerekekkel, hiszen volt szerencsém nekem is részt venni ebbe a sulis programjába Gyöngyéknek, sőt, nekem ez adott egy óriási ötletet annó, hiszen nekem van egy külön programom, ahol járom az általános iskolákat, most én sem tudom ebben az időszakban, és megtanítom a gyerekeknek, hogy hogyan működnek, hogyan viselkednek a kutyák, hogyan ismerjék fel a kutyák különböző testjeleit, hiszen a kutyatár támadások jelentős részében gyerek az elszenvedő, és bizony tetszik, nem tetszik, az esetek nagy részében azért van, mert nem tudja, hogy mit kommunikál felé a kutya. És hát én bár nagyon szerencsés helyzetben voltam a munkámat illetően a koronavírus alatt, mert nekem nem lecsökkent, hanem nagyon megszorozódott a munkám, de hát igyekszem én is segíteni a magam módján. Nagyon sokan jönnek hozzám csomószor olyan esetben, hogy kiöregedett a kutyus, elpusztult a kutyus, hoznák nekem a van egy rakás tápjuk, kutyafekhelyük, azokat én mind átirányítom a Gyöngyékhez, hogy vigyék nekik, segítsenek nekik.
és bizony milyen érdekes, egy jó páran megkerestek engem is az elmúlt időszakban, hogy a foglalkozásaimra kijöhetnek-e a kutyákkal foglalkozni, mert nyilván nem tudnak menni sem hozzátok, sem máshova, és nyilván mondtam, hogy sajnos ugye a korlátozások miatt hozzám sem. Tehát ez is mutatja azt, hogy mennyire szeretik az emberek például azt a közös kutyasétát, mert ki vannak éhezve rá, és én konkrétan tudom, hogy akik engem megkerestek ezzel, azok járnak hozzátok rendszeresen. De hát mondtam, hogy sajnos amiért hozzátok, azért hozzám sem tudnak jönni. És hát megpróbálom preventíven ezt a dolgot először is ugye a gyerekek felé közvetíteni, aztán természetesen mindenki felé a közösségi hálomon, és amikor ugye a Tamásékkal megtörtént ez a dolog, mi is utaltunk, sőt, én nekem mindig megvannak a terveim nagyon pontosan, én direkt elvégeztem egy marketingiskolát azért, hogy még jobban tudjam csinálni a munkámat, és építek egy csatornát, ami a legismertebb videó megosztóról van szó, és én biztosan, hogy ott fogok csinálni hamarosan egy olyan anyagot, amiben el tudom mondani, hogyan tudják segíteni akár a Vadmadárkórházat, vagy a Héroszt. Ugye ennek tök egyszerű a képete, tudjuk mindenhol azt a listát. Nem tudom, nátok, Tamás, mekkora az a lista, a darabszámra 10-15? 10 mi? 10? Tisztétel, nátok, Gyöngyi? Kicsit nagyobb. De hogy ezeket én úgy tudom segíteni például a munkámmal őket, illetve a leendő gazdikat, hogy erről csinálok egy anyagot, vagy például most is van nálam 3 kutya, ami az egyiket találtam, a másik 2 sajnos elárvult, de van lehetőségem tartani őket, és nem viszem be a Gyöngyékhez, mert nem csak most, hanem amúgy is, amikor azt lehet mondani, hogy minden szép és jó, akkor sincsen könnyű dolgotok. Mindig csövön van a menhely, és én nem terhelem őket sem ugye fizikálisan, sem egyéb teherbe, hogy beviszem, amíg van lehetőségem, ezeket bevállalom. Most 3-at elbírok, ha fél évig vannak ott, fél évig, egy évig, tehát én a magam részéről így próbálok hozzátenni egyrészt az ő munkájukhoz, meg hát én például most az egyik kutyust megtanítottam, kiképeztem azokra a dolgokra, amelyek szerintem elengedhetetlen ahhoz, hogy közösségbe lehessen vinni, hogy egy normális kis kutya legyen, és most fogok neki gazdit keresni, sőt, szereztem hozzá még támogatót is, aki egy évig fogja a takarmányozását, és hát egész pontosan az etetését állni ennek a kis kutyának. Tehát ilyen apróságokkal próbálom én ilyen módon segíteni az ő munkájukat, meg hát mindenkinek a munkáját. Az én dolgom az meg, hát azt mindenki látja az oldalaimon, azt én teszem, csinálom. Kitaláltam nagyon sok dolgot. A dog licensz, a magyar kutyajogosítvány, a legújabb durranásunk, ami már megy 2 éve, és komoly tárgyalásokkal vagyok a kormány megfelelő minisztériumával, mert Magyarországon, ha valamit be akarsz vezetni, vagy kötelezővé akarsz tenni, akkor az emberek azt így eltolják maguktól. Ausztriában már nagyon régóta működik, hogyha új kutyád van, akkor részt kell venned egy 4 órás képzésen, ahol megkapod azokat az instrukciókat, azt a tudást, ami után az feltételezhető, hogy nagy galibát nem fogsz okozni a kutyáddal, illetve annak a tartásával. Na most én ezt egy kicsit megfordítottam, egy lehetőségként kínálom föl ezt a programot az embereknek, amivel ők majd ki tudnak tűnni abból a kutyatartó tömegből, akik azért 3 millióan vannak Magyarországon, jól tudom? Szerintem több. Még lehet, hogy több is, ugye? Tehát, hogy megpróbálok egy olyan alternatívát adni az embereknek, amivel ők, mint jó kutyatartók, ki tudnak tűnni. És ez már megy 3 éve, és hát... Ez mit jelent a gyakorlatban, hogy néz ki nálad ez? Hát ez egy több hónapos képzés, ami után a kutya és a gazda is kap a kutya egy speciális nyakörvet, ehhez egy speciális pórászt a gazda, ami sorszámozott messziről, jól látszik a színe miatt is, ezeknek évente újra kell vizsgázniuk, ezeknek a kutyáknak és gazdiknak, és én igyekszek egy csomó plusz jutatást szerezni nekik, tehát különböző cégek adnak kedvezményt nekik, olyan boltokban, üzletekbe bemehetnek, ahova egyébként más kutya nem. De például a városgondok úr is azt mondta, hogy akinek ezen vizsgája megvan, az például beviheti a kutyáját mondjuk akár a Bregyóba. Tehát ilyen is ehhez hasonló kiváltságokat próbálok nekik szerezni, és hát én most speciál az elkövetkezendő időszakban erre fogok ráfeküdni.
Akkor ez egy komoly marketing tevékenysége, hogy elmondtad, meg ugye a közösségi média szerepét említetted, azért ez mindhármatok esetében nagyon fontos ma, főleg, hogy most már a helyzet teljes mértékben átalakul, és tényleg az online világban teljesedik ki minden. Mennyire látjátok a helyzeteteket felzárkózóképesnek, vagy hogy fogalmazzak szépen? Tehát, hogy mondjuk nálatok, hogyha megnézzük a ti honlapotokat, most már ugye lehet bejelentkezni. Ugye online, sőt, csak is úgy lehet. Igen, azt kérjük, ugye a kutyusokat meg lehet nézni online, tehát egy kicsit úgy át kell térni erre a világra. Hát sajnos. Nekünk a honlapunkon mondjuk a gazdikeresés, ez már nagyon régóta működik, tehát a gazdakereső kutyákat, meg macskákat ott mindig meg lehetett nézni. Most inkább azt látjuk, hogy kevesen nézik a honlapot, és ezért egy kicsit ezeket a híreket, meg anyagokat át kellett tolni a Facebookra, de hát ott is épül azért egy közösség, és igazából mi tudatosan próbáljuk egy kicsit, nyilván bemutatjuk a nehézségeinket is, de próbálunk egy ilyen pozitív állatbarát közösséget létrehozni, hogy azt is megmutassuk, hogy ezektől az állatoktól mennyi mindent kaphatunk. És az a célunk, hogy aki ellátogat az oldalunkra, azért ezt az oldalát lássa egy kicsit az állattartásnak, hogy hát nyilván elsősorban kutyákról, macskákról adunk híreket, de mondjuk most is vannak nálam sünök, ugye mindig nálam terelnek azok a picik, az őszi sünik, akik ugye nem elég nagyok az elengedéshez, akkor őróluk, vagy bármiféle anyag van, akkor arról beszámolunk. És ami nagyon jó az, hogy az örökbefogadóink, ők visszajeleznek, tehát rendszeresen kapunk beszámolókat, például van a heti Ernő, a Ernő az egy macska, és az ő gazdája olyan lelkesen ír a cicával töltött mindennapokról, hogy tulajdonképpen már lett egy ilyen külön rovata az Ernőnek, hogy elmeséli, hogy milyen is egy cicával együtt élni. Tehát mindenképpen ezt szeretnénk, hogy ez legyen. Sőt, a dolgozóknak vannak most rovataik, be tudják mutatni, hogy éppen ki az, aki egy kicsit jobban kötődik hozzájuk, vagy az önkénteseknek vannak ilyen részeik azért, hogy nyilván mi a mindennapi munka során a nagyon-nagyon negatív dolgokat találkozunk. Tehát látjuk azt, hogy az emberek milyen felelőtlenek, hogy milyen rosszul bánnak az állatokkal, és az az állat, akit mi meg tudunk itt mutatni, az azért egy néhány hónapos munkánk benne van. Tehát beérkezik, rossz állapotban van, beteg, jön az állatorvos, rendbe hozza, oltás, ivartalanítás, és közben ugye a viselkedésén is javítani kell. Hát ugye trénerekkel együtt dolgozunk a kutyák esetében, meg az önkéntesek ilyen macska suttogóvá kell, hogy lényegüljenek néha, mert például most van olyan cicánk, 2 hónaposan érkezett, és most elmúlt 1 éves, egészen eddig ugye a cica óvodában élt, és nem találkozott vele egy látogató sem, mert fogta magát, és felment van nekik egy ilyen felső helyük, és átkerült most, ugye már hát kinőtte a cica óvodát, átkerült a macskaházba a felnőttek közé, és több mint 1 év után kezd el kinyílni a cica, és most már, hogyha én bemegyek, mondjuk engem ismer, én már meg tudom simogatni. És ugye a következő lesz az, hogy majd más is megtudja, mert tehát az örökbeadásra ugye kicsi az esély, hogyha a cica mindig elszalad, amikor bejön egy vendég. Tehát nagyon-nagyon fontos az, hogy lássák azt az emberek, hogy mi munka van abban, hogy egy állat egyáltalán gazdikeresővé válik. Mert a célunk az, hogy amikor gazdához kerülnek, akkor ott meg is maradjanak abban a családban, és az állat is jól érezze magát, de nyilván hát azért szeretnénk, hogyha a gazdáknak is ez jó lenne. Tamás, nálatok ez a közösségi média? Hát én már rögtön elmeséltem, hogy minket a közösségi média mentett meg most itt a nagyobb gondoktól. A Vadmadár Kórház esetében ugye egy picit más a cél, mint Gyöngyéknél, nem az örökbefogadás a cél, ugye nálunk nem is lehet örökbe adni ezeket a madarakat, itt inkább a tájékoztatás, felvilágosítás az, ami nagyon fontos. Majd mindjárt erre visszatérek, de hát ahogy elmeséltem, a közösségi média segített rajtunk. Ma ez a fő kapcsolati forrásunk itt a lezárás alatt a behúzókkal, ami nagyon szerencsésen alakult, hogy nekem nem nagyon lenne időm Facebook posztokat föltöltögetni, virogatni a posztokat, jelen lenni a közösségi médiában. Van egy nagyon jó kis csapat, egy önkéntes csapat, akik hasonlóan a Gyöngyékhez ott van velünk, és végzi a napi munkát, és mellette
tulajdonképpen rögzíti a történéseket, beszámolnak a madarakról, beszámolnak a madarak sorsáról, készítik a fotókat és megírják a történeteket. És mivel ők benne vannak a napi munkában, ezért teljesen személyes tapasztalatokat osztanak meg, és ez hihetetlenül hatékony marketing, ha szabad ilyen csúnya szóval mondani, és azért mondom, hogy csúnya szóval, mert marketing az fontos lenne, de nem tudatosan kezdődött az egész tevékenység, tehát nem azért személyesek ezek a posztok, mert ezzel bármit is el szerettünk volna érni, hanem lehetőséget kaptak azok az emberek, akik ott vannak velünk, hogy leírják az adott madár sorsát. És döbbenetesen hatásos és hatékony és megható szép történeteket írnak le. Én is saját Facebook oldalunkat most már nagyon szeretem olvasgatni. Az igazság, hogy én addig látom a madarat, amíg beérkezik, amíg meggyógyítom és bekerül a helyére, de én az egészségügyi részét látom. De ahogy ezt ők élik meg, és hogy a saját élményeket megírják, az megható és bámulatos. Nagyon szeretem ezeket a posztokat. Nem csak megható, hanem nagyon hasznos, mert én olvastam az oldalon, és bevallom férfiasan, hogy olykor-olykor régen én is gondolkodás nélkül dobtam el rágót, amikor már nem használtam. És az oldalokon olvastam Tomásnak, hogy bizony ez nagyon veszélyes a madarakra, hogyha egy madárka egy ilyet felvesz, akkor az nagyon gyorsan a halálához tud vezetni. Nem azt mondom, hogy ez volt a jellemző, de előfordult velem is azóta. Egyrészt nagyon odafigyelek, hogy ez még véletlen se, és mindenki, aki a környezetemben van, és meglátom, hogy így kidobja, kiköpi a rágót, azonnal rászólok, és elmagyarázom, hogy miért. És amikor elmondom nekik, hogy belegondoltál, én sem tudtam, hogy ez akár egy galamnak, vagy bármilyen kisebb, nagyobb madárnak, ez akár a halálához vezet, mindenki a homlokához csap, és azt mondja, hogy igazad van. Tehát, hogy én ezt az információt onnan tudtam, hogy egyébként tök evidens lenne, ha belegondolsz, de ugye nem gondolsz bele, amíg nem látsz erről egy sztorit. Akkor én most mehetek haza, elértem a célját a vadmadár kórház, hiszen ahogy mondtam, nálunk nem az örökbefordás ugye a fő cél, mert ez nem lehetséges, szerencsére, védett madarakról lévén szó, hanem a felvilágosítása fontos, és hát akkor ezek szerint Gábornál átment, tehát akkor köszönöm szépen a részvételt. A vadmadár kórház egészének különben az a célja, nem az, hogy most néhány madárkát megmentsünk, mert ez engem érdekel, Gyöngyit érdekli, Gábort érdekli, és még egy pár embert, persze a pár ember is sok, nem az a fő cél, hogy megmentjük ezeket a madarakat, hanem az, hogy megosszuk ezeket az információkat, a felvilágosítást megtehessük a madarakkal kapcsolatban. És ez sem azért van, hogy néhány madárka ne egye meg Gábor rágóját, és nem azért van, hogy néhány madárkát megmentsünk, és persze van egy pici irónia itt a madárkában most, hanem azért, mert hogyha egy picit megpróbálunk tágabban gondolkozni, vagy egy picit tágabban nézni ezt a problémát, ugye nagyon sablon az ember az a természet része, ott kell élnünk, el kéne fogadnunk, hogy hol vagyunk, de a madár is a természet része, és ugye arról nem nagyon akarunk beszélgetni, hogy a természet vagy a környezetkárosítás az emberre mit jelent, vagy hát beszélünk róla, de igyekszünk elhessegetni. Viszont amikor a madárnak a konkrét problémáiról beszélünk, mi történik a madárral, ha megeszi a rágót, de beszélünk arról, hogy mi történik a madárral, hogyha fölveszi a mérgezett csalétkeket, mi történik a madárral akkor, ha nem megfelelően tápláljuk, mi történik a madárral, ha fölül az elektromos vezetékre és agyonvágja az áram, mi történik a madárral, átrepül az úton és elcsapja az autó. Mi történik a madárral akkor, amikor a környezeti tevékenységekkel találkozik? Hogyan pusztítja el őket? Az hihetetlen jó indikátora annak, amit az ember tevékenysége során okoz a természetnek. És én soha nem azt akarom, hogy az emberek megmentsék a madárkákat, azt szeretném, hogy az emberek felfogják, hogy ami a madárral történik, az történik velünk is nagyban. És szerintem ez a nagyon-nagyon fontos. Ugye David Attenborough-nak most megy az új filmje, ami pontosan azt éri el, vagy azt próbálja elérni, hogy az ember csokkolja és megértesse vele, hogy baj van, és itt van a világ vége. Nekem van egy előadásom, amit soha nem gyerekeknek, hanem felnőtteknek szoktam elmondani, szerintem 5-6 éve megy, különböző fórumokon ez a legyen elég. És tulajdonképpen arról szól, hogyha így megyünk tovább, ha így folytatjuk, akkor nem csak a madárkákat fogjuk megölni, hanem saját magunkat is elpusztítjuk. És szerintem ez az egész vadmadárkórháznak a küldetés, és bocsánat, egy picit komolyá vált a dolog, de tényleg ez az egésznek az eszenciája. Az, hogy mit csinálunk a madárkákkal, nem érdekes. Az, hogy megmentjük, most az nem érdekes. Az, hogy most a Berkény Tamás itt most három fekete rigóval mit csinál, kiszedi a ragasztból őket, felszedi az útszéléről őket, nem érdekes, nem teszünk hozzá a világhoz, azt gondolom a konkrét madár megmentésével. Különben ez a legnagyobb támadás a vadmadárkórház ellen, hogy mi a fenének kell egyedmentést folytatni, nem lesz attól több madár a földön,
hogy azt az egy madárkát megmentjük, hogy azt az elcsapott macskabagyot ott pátyolgatjuk a röpdénkben. És ez teljesen igaz. Mindenkinek, aki ezt mondja a kórházon, még azt szoktam, hogy teljesen igazad van. Az az egy madár nem járul hozzá a magyarországi, vagy a világ madár populációjához. Az az egy madár hozzájárul ahhoz, hogy egy ember, tíz ember, száz ember, ezer ember szembesüljön azzal, hogy mit csinálunk a Földdel. És ez viszont tényleg komoly. Akinek van gyereke ezen a Földön, akinek van bármiféle empátia a jövő generációja iránt, az ezt fölfogja. Én azt gondolom, hogy nem véletlen, hogy ha már egyszer közös munkáról beszéltünk az előbb, a Gyöngyéknek ebben a Herosz tagozatában, én két előadással is ott voltam, még ment. A Gábor nem véletlenül van benne ebben a gyerektagozatban. Nem véletlen, hogy mindannyian, akik érzünk egyfajta felelősséget, és megint kicsit komoly, bocsánat, azok fontosnak tartják ezt a fajta oktatást, hiszen mindenki attól fél, hogy mi lesz ennek az egésznek a vége. Én két előadással megyek a Gyöngyékhez. Az egyik a helyes táplálás. Mi ma a civilizált ember legnagyobb kockázata, egészségügyi kockázata, az elhízás. Miről beszélek én, mint hajdan volt, ma már nem működő, kutyatápos, multinál dolgozó állatorvosként a helyes táplálásról. Soha nem azt mondtam a gyereketnek, hogy gyerek, ne egyél csokit, mert kövér leszel, vagy egészségtelen, vagy cukorbeteg leszel, mert ez nem biztos, hogy átmegy. Arról beszéltünk mindig ezeken a foglalkozásokon, hogy ne adjunk a kutyuskának csokit, mert az nagyon mérgező, ne ajtassuk túl, mert attól el fog hízni, és ha elhízik a kutya, akkor ez lesz a baja. Az se helyes, hogyha valakinek van egy kutya, és nem eteti, és a többi. Tehát tulajdonképpen a kutya példáján keresztül sikerült megtanítani nekik a helyes táplálást, ami átmegy a gyereknek, mert a gyerekek megértik ezek az átszólásokat. A második előadás, az pedig, amiről most beszéltem, hogy ami a madarakkal történik, pici óvisnak csak azt mondjuk, hogy ne nyúlj a konnektorba, úgy jársz, mint a vörös vércse, ne szaladj az úton, mert te is félszemű leszel, mint a bagoly. Picit vicces példák, de tényleg, és akkor ott túl az óvisnál a macskabagoly, ott túl a vörös vércse, fészárnya a szegény, mert hát megcsapta az áram. Hát az a gyerek többet nem fog a konnektorba kotorászni, még látott egy félszárnyú vörös vércsét. Tehát azt gondolom, hogy ezek hihetetlen fontos dolgok, és ha valaminek van értelme az állatmentésnél és az állatok mentésénél, akkor az mindig a továbbképzés, a felvilágosítás. Szerintem, ha megnézzük, hogy Gábor mit tesz a kutyáival, a Gyöngyi mit csinál most már ilyen hosszú ideje a Herosszal, vagy mi mit próbálunk csinálni a kórháznál, szerintem ez a közös, és szerintem ennek van jelentősége. Nagyon-nagyon nagy látszata van, nem hiszik el az emberek. Én abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy nem csak az országot járom, de a világot, de maradjunk az országnál, hogy nincs olyan már legegyszerűbb, legprimitívebb dolog, hogy nem szed össze a kutyája után a produktumát. Legalábbis ugye, aki eljön foglalkozásra hozzám, vagy aki valamilyen formában szervezett dologra jön, akár csak egy kutya kiállításra. De nincsenek olyan kövér elhízott, rossz állapotú kutyák nálam tanfolyamon, mint régen volt. Tehát amikor oda jött Gizike, és azt hitte, hogy azért jó gazdia, mert a labrador 50 kiló volt. És amikor mondtuk neki, hogy hát tök jó, hogy szereti, és hogy eteti az otthoni maradékkal a kutyát, de hogy ez neki nem egészséges. Ezekkel én már tényleg nagyon régóta nem találkozok, tehát ezek a dolgok nagyon-nagyon hamar azért működnek. Induljunk ki abból, hogy a lezárásnak van jó oldala is, az ózójuk milyen hamar bezárult, vagy most az egyik kedvenc, vagy a világ, mondjuk úgy, hogy a világ egyik legjobb strandja, ami azt hiszem, hogy a Fülöp-szigetekhez köthető, végre meg tudták tisztítani. Én vagyok abban a szerencsés helyzetben, hogy nagyon sok fele hívnak állandóan előadást tartani. Én megrökönyödtem, amikor Indonéziában láttam, hogy annyi műanyag van a tengerekbe, és ugye ilyenkor eszembe jutnak ezek az előadások, és az ember akaratlanul is otthon odafigyel erre, és ezeknek köszönhetően én például nagyon keményen külön gyűjtöm, szelektíven gyűjtöm a hulladékot, de tényleg ilyen notorikusan, mert én meg abban hiszek, én hiszek abban, hogyha mindenki egy picit hozzátesz, és hiszek abban, hogyha csak egy-egy állatot mentünk meg, akkor azért ez, ha mindenki csak egy-egy ilyet ment meg, akkor azért az a vége nagyon nagy számám. És ennek működnie kell, és erre nagyon jó a közösségi háló. Én is nagyon sok oktatóanyagot adok minden nap az oldalaimon, mert én hiszek abban, hogy tényleg ennek van jövője. És egyébként nagyon érdekes, hogy azért nekem nagyon komoly eléréseim vannak, mióta ugye elvégeztem azt a szakirányú végzést, a marketinget, meg a social médiás képzést ehhez, és
tényleg az ilyen egymilliós elérésből vissza tudom nézni, hogy 900 ezer az 15 év alatti gyerek, aki megnézi a videókat például. A műsorunk vége fele közeledve, most egy kicsit az állatvédelemből környezetvédelembe is átmentünk, ami egyébként is szorosan összefügg. Egy-egy mondatot tudom, hogy nagyon nehéz a felelős állattartás kapcsán mondani, de mégis mi az, amit tudnátok üzenni az embereknek azért, hogy mondjuk ez a hely az állatok számára is jobb legyen ezen a földön? Nincs több időnk észbe kapni. Nagyon szép gondolat. Hát ugye nekünk a nevelési munkánknak az az alapja, ez a mondás, hogy amit megismer az ember, azt szereti, és amit szeret, azt védeni fogja. Én ezt tudom mindenkinek mondani, hogy ismerje meg a körülöttük élő állatokat, legyen az egy kutya, egy macska, vagy egy bármilyen madár, mert minél jobban megismerjük őket, annál inkább látjuk, hogy milyen nagy szükségünk van rájuk, és talán ezen keresztül tudják megérteni azt az emberek, hogy igen, hogy nincs több időnk, és hogy nagyon fontos, hogy hogyan gondolkodunk a jövőnkről. Én csak annyit mondanék, hogy mindenki hallgasson a fiatalabb generációra, hallgasson a gyerekekre, ők pontosan tudják és értik, hogy mekkora baj van, látják azt, ami történik. Az én 15 éves fiam teljesen a helyén kezeli ezt a dolgot, a 11 éves kislányom teljesen a helyén kezeli a dolgot, és nekik már nem jut eszükbe az a fajta környezetszennyezés, amit mi elkövetünk. Hát legyen igazad, és én azt kívánom, hogy nagyon sokan hallgassanak rátok a jövőben is, és még minél több állatot sikerüljön megnevelni, megmenteni. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Köszönjük szépen. Önöknek pedig köszönjük szépen a figyelmet, tartsanak velünk legközelebb is. Viszontlátásra!